Hivatalosan ennek a videónak már van egy első része, de azt hiszem, hogy ez a jelenlegi más néven fog futni, mindössze marketing szempontból. Valahogy az indokolatlan gondolataim szókapcsolat vagy kifejezés volt folyamatosan a fejemben, amikor elkezdtem ezeken a videókon gondolkodni, de aztán rájöttem, hogy lehet, hogy érdemesebb máshogy nevezni. Na mindegy, ebben a videóban lényegében, hogyha nem láttátok volna az előzőt, akkor ide rakom, de gyorsan elmondom, hogy mi történik. Sokszor jut eszembe az, hogy egy-egy ilyen hülye kis gondolat, ami megfogalmazódik a fejemben, egy-egy ilyen abszurditás, az vajon másnak is eszébe jut-e? És hogyha nem, akkor milyen más hasonló jellegű abszurd dolgokon gondolkodhatnak más emberek. Viszont nekem van egy platformom, ahova kifoshatom ezeket a gondolatokat, úgyhogy ha ez nektek tetszik, hogyha nektek is járnak hasonló hülyeségek a fejetekben, akkor nyugodtan jelezzétek egy lájkkal vagy kommentel. A legutóbbi videó alatt egyébként zseniális hozzászólások vannak, szóval azt külön ajánlom, hogyha valakit érdekelne, hogy másoknak mi jár a fejében. Itt egy poloska. Megvan. Kirakom. Mellékhatásként kicsit illatosabb lett szerintem, mint volt, mert egy illatgyertyával fogtam meg. Szóval, ahogy kitalálhattátok, a mai videóban olyan dolgokról fogok beszélni, amik csak így teljesen véletlenszerűen az eszembe jutnak. És néha elgondolkozom rajta, hogy maga már a gondolat is mekkora hülyeség. De közben meg jó ilyeneken gondolkodni, szóval jöjjenek! Azért veszem fel most ezt a második részt, mert az előző részhez képest most jutott eszembe olyan 4-5 dolog, amiről úgy gondoltam, hogy tök érdekes lenne beszélni. Természetesen ebbe is kellett valami morbid, úgyhogy szerintem legyünk is túl ezen. Egy emlék jutott eszembe nemrég, amikor láttam egy olyan katica plüst, amilyenem nekem is van, amit apukámtól kaptam még nagyon-nagyon régen, még ilyen, nem tudom, 3-4 éves koromban körülbelül, és erről eszembe jutott, hogy mennyire szerettem a katicákat gyerekkoromban. És erről tovább gondoltam arra, hogy mennyire durva az, hogy azok a bogarak, rovarok és egyéb kisebb élőlények, amikkel gyerekkorunkban találkozunk, sőt, mivel én most már lassan 30 éves vagyok, ezért nagyobb élőlények is, rég elpusztultak. Mire én ezen gondolkozom. Szóval lehet, hogy kialakítasz egy kis érzelmi kötődést egy-egy rovarral vagy bogárral, amit megfogsz gyerekkorodban, és azok már mind halottak. Mondjuk nem tudom, hogy átlagosan meddig el mondjuk egy katica, nem tudom, egy évig? Talán annyi se, nem? 10-12 hónap a Google szerint. Úgyhogy, ja, lehet, hogy minden évben kialakítasz egy érzelmi kötődést egy-egy ilyen kis állattal, mondjuk egy pókkal, aki ott él a sarokban, vagy egy kis rovarral, vagy bogárral, akinek nem tudom, segítesz, akit kiraksz az ablakon, mint én most a poloskát, és közben meg már mind halottak. Ez a videó akkora baromság. Oké, szóval nem tudom, hogy hány emberrel szokott még ez előfordulni, de velem kifejezetten gyakran most már, és egyre több dologgal vannak olyan ételek, amiket az egyik pillanatban nagyon szeretek, és el sem gondolkozom rajtuk, hogy azt teszem, ez az ilyen mindennapi életem része, és a másik pillanatban pedig teljesen undorodom tőlük, és ez ilyen ciklikusan változik. Szóval a leggyakrabban... Szóval az a dolog, amivel kapcsolatban leggyakrabban így érzek, az a paradicsom, a paprika és az uborka. Mindig vannak időszakok, hogy éppen paradicsomot, paprikát vagy uborkát eszem, vagy nagyjából a háromból kettőt, de szerintem soha nincs otthon egyszerre mind három. És először a paradicsommal kapcsolatban figyeltem meg ezt. Azt hittem, hogy a paprikát csak nem kívánom, vagy valami, vagy nincsen szezonja, és azért nem veszem, de nem, egészen konkrétan ezeket a zöldségeket ugye nagyjából egész évben most már meg tudjuk vásárolni a szupermarketekben, és soha nem jut eszembe mind a hármat venni, kivéve ha olyat főzök, amiben mind a három kell, mert megfőzve egészen más, de nyersen mondjuk szendvicshez, egy reggelihez, vagy vacsorához fogyasztva, sosincs otthon mind három, mert az egyiktől mindig undorodom, és ezt szó szerint értem.
A paradicsom az, amivel a legerősebb ellenérzéseim szoktak lenni, amikor éppen ilyen periódusban vagyok. Egyszerűen a gondolata annak, hogy feldarabolok egy paradicsomot és megeszem a szendvicsemhez, van, amikor egyszerűen undorral tölt el. A másik pillanatban viszont, és tényleg ez lehet napok vagy akár órák kérdése, amikor legközelebb mondjuk vásárolni megyek, akkor egyszerűen a legnagyobb természetességgel leveszem a polcról, mert megkívánom, és akkor meg megint teljesen okésnak tűnik, hogy paradicsomot eszem, és valamikor meg napokig vagy hetekig van paradicsom a hűtőben, mert egyszerűen a hideg is kiráz attól, hogyha arra gondolok, hogy ezt meg kell lennem. Másnak is szokott ilyen lenni, és ez normális, vagy tényleg ezzel valaki szakemberhez kellene fordulnom? Egyébként nem igazán hátráltat a hétköznapi életemben, mert amúgy nem vagyok válogatós, és nem hiányzik mindig a háromból, mármint hogy a háromból egyet mindig megeszem, szóval nem hiányzik semmi az életemből, úgyhogy nem látom problémának, de nem tudom, hogy minek köszönhető. A harmadik dolog az egy gyermeki gondolat, amiről azt hiszem, hogy Somával beszélgettünk legutóbb, és nem tudom, hogy azt mondta el, hogy ő is így gondolta gyerekkorában, de én egészen biztosan így gondoltam. Szóval én azt hittem gyerekkoromban, hogy a bankok, meg a bankautomaták is, de hogy így a nagy bankok, össze vannak kötve egymással. És erre az volt a leglogikusabb magyarázat, hogy a föld alatt vannak összekötve egymással. Szóval azt képzeltem el, hogy ilyen föld alatti csövekben, nagyjából ilyen kapszulaszerű dolgokban így mennek a pénzek, szó szerint a készpénz megy, ide-oda, és így lesz az automatákban, meg a bankokban is készpénz. Nem tudom, hogy akkor biztos nem hallottam még akkor a pénzszállítóról, vagy azt hittem, hogy az valami másra van, de úgy gondoltam, hogy ez a leglogikusabb módja annak, hogy a készpénz az eljusson egyik bankból a másikba. A negyedik és egyben utolsó előtti gondolat, ami megfogalmazódott mostanában bennem, és érdemesnek tartottam leírni, az az, hogy ez a mondat például, vagy ez a videó, az valakinek az első lehet, amit tőlem hall, és lehet, hogy egyben az utolsó. Vagy valakinek az első, valakinek az utolsó. És ugyanez igaz bármire és mindenre, amit mondjuk az utcán mondok, amit telefonon mondok, vagy akár amit személyesen valakihez intézek. És ebben nagyon durva belegondolni, mármint ezt teljesen függetlenül mondom attól, hogy mondjuk én YouTube videókat is készítek, mert nyilván ott még nagyobb az esélye annak, hogy előfordul, hogy valaki ide rákattint erre a videóra, aztán inkább elkattint, és soha többé nem tér vissza, vagy egészen eddig nézett, és most azt gondolja, hogy teljesen hülye vagyok ezek miatt a gondolatok miatt, és elkapcsol, és soha többé nem jut eszébe, hogy ide visszanézzen, és nem hall tőlem soha semmit. És ugyanez igaz mindenki másra is, ugye, szóval azért mondom, hogy függetlenül ettől ugyanez akár az utcán is megtörténhet. Vagy egy, nem tudom, üzleti telefonhívás során, vagy ügyintézés során. Tök durva. Ebbe főleg akkor fura belegondolni, hogyha tudod, hogy vannak olyan dolgok az életedben, amik nagyon sokáig általánosak és hétköznapiak voltak, és aztán egyszer csak megváltoznak. Ilyeneken egyébként sokat szoktam gondolkodni, hogy hogyan alakulnak át az emberi szokások, de például arra gondolok, hogy mondjuk nagyon sokáig, amíg a Magyar utcában laktunk, akkor a Múzeum körútra jártam postára. És ezután elköltöztünk Százhalombattára egy időre, mármint, hogy ahol most vagyunk, és most nem járok arra a postára, mert minek? És hogyha megint visszaköltözünk Pestre, akkor nem az lesz a mi postánk. Szóval lehet, hogy az életben többet nem leszek ott azon a helyen. Azokat az arcokat, akiket korábban felismertem, hogy ott dolgoznak, soha többé nem fogom látni, soha többé nem fogok velük beszélni. És nyilván így ők sem valószínűleg velem. Szóval tök durva. Nem tudom, hogy miért pont ez a példa jutott eszembe. Ez is fura. Oké, az utolsó dolog, ami feltette a koronát erre a listára, vagy inkább a pontot az íre, mármint ekkor jutott eszembe, hogy most már itt lenne az ideje megcsinálni ezt a videót, mert sosem tudom eldönteni, hogy egy-egy ilyen gondolatról pontosan mennyit fogok beszélni, úgyhogy nem akarok túlságosan sokat összegyűjteni. Az Kylie Jennerrel kapcsolatban jutott eszembe, mert hogy Kylie Jennernek, hogyha valaki esetleg nem lenne otthon a celeb világban, a világ egyik legbefolyásosabb fiatal embere, vagy üzletembere, vagy nem is tudom, hogy hívjam, és nemrég megszületett a gyereke, konkrétan 2022 második hó másodikán, teljesen véletlenül pont azon a napon, és néhány nappal ezután, vagy néhány héttel ezután, hogy megszületett, felreppent a hír, sőt egészen konkrétan szerintem ő osztotta meg, addig meg csak ment a találgatás, hogy a gyerekét Wolf Websternek hívják.
fia született egyébként, és ugye Wolf, vagy magyarul Farkas lett a neve. És akkor nyilván ezzel kapcsolatban is jöttek mémek, de azért amúgy szerintem az annyira nem furcsa név. Magyarul is pont olyan név szerintem a Farkas, hogy elég ritka, de azért nem néznek rád olyan nagyon-nagyon ferde szemmel, hogyha meghallják, hogy ez a neved. Szóval mindenki tovább élte a hétköznapi életét abban a tudatban, hogy Kylie Jennernek Wolf Webster a fiának a neve. És aztán néhány héttel arra, hogy ezt bejelentette, újra bejelentett valamit Instagramon, méghozzá azt, hogy a gyerekének már nem Wolf a neve, mert hogy nem érezték eléggé hozzápasszolónak. És az a helyzet, hogy először nagyon-nagyon nevettem ezen, amikor meghallottam, és utána elgondolkodtam, és rájöttem, hogy ez mindenki másnak a szájából egyébként egy tök legit dolog lenne. Csak Kylie Jenner sajnos nem arról híres, hogy túlságosan... hogy is mondjam ezt szépen? Szóval egy kicsit felszínes ez az egész család. Viszont ha belegondol az ember, teljesen legit dolognak kellene lennie annak, hogy egy gyerek nevét megváltoztatjuk azután, hogy megszületett, és egy kicsit jobban megismertük. Mert igazából egy gyerek az első, mit tudom, nem tudom azt mennyi idő után jelentette be, talán egy hónapos lehetett a gyerek. Mennyit változik egy gyerek egy hónap alatt? De mondjuk még 10 év alatt is, meg még 20 év alatt is. Szóval ez egy teljesen valid dolog kellene, hogy legyen, hogy megszületik egy gyerek, akinek kitalálunk egy csodálatos nevet, aminek már története van, amihez már érzelmileg kötődünk, de utána ott van a személy, akihez szintén már kapcsolódnak történetek, akihez szintén érzelmileg kötődünk, aki megváltozott külsőleg, meg hát egyáltalán már tudjuk, hogy hogy néz ki külsőre, és egyszerűen ránézünk, és azt érezzük, hogy baszeg, ennek a gyereknek nem ez a neve, mert egyszerűen semmilyen szempontból nem passzol hozzá. Valaki úgy gondolja, hogy a név predesztinál, szóval nyilván fontos az, hogy kit hogy hívnak. Egyébként pedig Somának sem Soma lett volna a neve, és a születés pillanata után nem sokkal, tehát amikor az anyukája már őt látta, akkor mondta, hogy hát ez a gyerek. Egy ilyen nagyfejű gyerek nem lehet, nem tudom, hogy mi lett volna a neve. Dani? Nem emlékszem pontosan. Ez Soma lesz ez a gyerek. Szóval, hogy neki is gyakorlatilag megváltoztatták a nevét, bár nyilván ez nem úgy működött, hogy már anyakönyvezték, és utána változtatták meg. Kylie Jennernél meg gondolom, hogy ha már egy hónapos volt egy gyerek, akkor elintéztek valamilyen papírokat. Vagy nem tudom, Amerikában ez hogy működik. De ha belegondolunk, ez egy tök logikus, tök valid dolog, vagy hát az kellene, hogy legyen, és valahogy mégis a társadalomban ilyen furcsa érzetet kell, de mondom, lehet, hogy csak azért, mert éppen Kylie Jennernél fordult ez ilyen nagyon látványosan elő, vagy én nem tudok már nagyon más történeteket ezzel kapcsolatban. De ez érdekes. Már elkezdtem vágni a videót, és most jutott eszembe, hogy amúgy ezt nem mondtam el, hogy nyilván nem arról beszélek, hogy bármilyen gyereknek bármikor legyen megváltoztatható a neve, mert például az örökbefogadási tanulmányoknál egyértelműen pszichológiailag rossz hatással van a gyerekekre, hogyha megváltoztatják azt a nevét, amit már megszokott. Hanem arra gondolok, hogy mielőtt lettek volna ilyen pszichológiai tanulmányok, már azelőtt szerintem ez egy társadalmilag nem elfogadott gondolat vagy dolog volt, amit csak úgy megtehettek az emberek. És nyilván ott meg gondolom azért, mert hogy jogilag akkor nehéz lett volna számon tartani, hogy akkor most kit hogy hívnak meg ezeket a papírokat, bürokratikus dolgokat megváltoztatni hozzá. Szóval nem arról beszélek, hogy ez egyébként egy ilyen standard dolog kellene, hogy legyen, csak hogy nagyon vicces, hogy igazából mi, mint emberek kapunk egy nevet, ami aztán lehet, hogy totálisan nem illik a személyiségünkhöz, és egyáltalán nem passzol hozzánk külsőleg sem, szóval csak ezt akartam még hozzátenni. Szóval ennyi lett volna ez a videó. Ez az agymenés. Pont úgy ültem le, hogy nem sokára indulnom kell edzeni. Úgyhogy ez egészen jól jött ki, mert kicsit felpörögtem ettől így mentálisan, és akkor most megyek és levezetem fizikai mozgásban is az erőimet, vagy energiáimat, vagy mi. Szóval köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Ha nektek is vannak ilyen hasonlóan teljesen indokolatlan gondolataitok, vagy buta gondolataitok, akkor írjátok meg kommentben. A továbbiakban is írni fogom a hülye ötleteimet, és hogyha úgy érzitek, hogy tetszett ez a videó, és kedvelitek, és megnézitek, és stb., akkor természetesen lehet, hogy ezt a sorozatot is folytatom. Köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok!